Köszöntöm nézőinket, az Öböl Televízió híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Szélvihar. Északon fákat döntött, délen árvizet okozott a ciklon. Beruházások. Almádiban a postaparkoló, Felsőrsön a csapadékvízhálózat épül. Baja. Hadihajó érkezett a Balatonra. Az elmúlt napok viharos időjárása jelentős gondot okozott a Balaton környékén. A néhol 100 km/órás széllökésekkel is járó, Ivet névre keresztelt ciklon fákat csavart ki, és méteres hullámokat korbácsolt a tavon. A déli parton a tóvize utcákat, házak pincéjét öntötte el. Az orkán erejű északi-északnyugati szél kibillentette egyensúlyából a tóvíz tömegét. Az amúgy is magas vízszint és a hullámzás miatt árvízi védekezésre volt szükség a déli parton. A Balatontól távolabb fekvő utcákban is térdig ért a víz. A házak nyaralók alsó szintjét, pincéjét elöntötte a zár. Homokzsákokkal védekeztek az ottani vízügyi és katasztrófavédelmi szakemberek, közel 10 000 darabból építettek gátakat. A Balaton parton a veszélyeztetett területeken így Siófokon, Zamárdiban, Lellén, Bogláron, Fonyódon és Fenyvesen a szakemberek folyamatosan ellenőrzik a védműveket. Az északi part kisebb károkkal vészelte át a ciklon tombolását. A parton lévő köveken jól látszott, hogy 10-15 cm-rel alacsonyabb volt a vihar idején a vízszint. A Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz közel 300 bejelentés érkezett, de a Veszprém megyei tűzoltók sem unatkoztak az elmúlt két napban. Körülbelül 150 alkalommal kellett riasztani tűzoltóinkat többnyire kidőlt fákhoz, leszakadt tágakhoz vagy megrongálódott kéményekhez, tetőkhöz. Pápán, a Komáromi utcában található iskolai épületén az Eresz csatornát, egy társasházon pedig az épület tetőszerkezetét, borító bádog és minden héjazatot bontotta meg a szél, körülbelül 15 négyzetméteres területen, valamint itt a kémény is megdőlt. Fárak szakadtak le többek között Balaton-Almádi telefonvezetékekre, karakószörcsökön pedig villanyvezetékekre. Hajmácskéren egy 4 emeletes társasház kéményét rongálta meg a szél. Ennek következtében a gyalogosokra veszélyt jelentett, ezért a pétfürdői tűzoltók lebontották a veszélyes elemeket, eltávolították. Devecserben és Balaton-Fűszön pedig vasúti sínekre, Veszprémben kerékpárútra dőltek fák. Egyik esetben sem történt személyi sérülés, tűzoltók kézierővel és motoros láncfűrészekkel avatkoztak be. A helyenként a 100 km/órás szélsebességet is meghaladó lökések péntekre enyhültek. A meteorológiai szolgálat adatai szerint várhatóan Veszprém megyében szombaton már nem lesz érvényben riasztás, sem a csapadék, sem a széllökések miatt. Litér község önkormányzata közmeghallgatást tartott a héten. A testületi ülésnek számító fórumon a megjelentek a község csatorna beruházásáról, a piac építéséről és a szennyvíztisztító telepről is kérdeztek. Bevételi főösszegét 433.185.000 forintban, kiadását pedig 408.736.000 forintban fogadta el. A 2013-as év pénzügyi adatairól, valamint az idei év költségvetéséről is beszámolt a község polgármestere a közmeghallgatáson. A csekély érdeklődés mellett megtartott testületi ülésen Szedlák Attila az idei évre tervezett önkormányzati fejlesztésekről is szólt. És hát azért röviden a 345 milliós felhalmozási, beruházási és fejlesztési kiadásunkat részletezném. Ilyen a helyi termelői piacnak a befejezése, kerékpárút építése, közvilágítás bővítése, utak aszfaltozása, tervek keletét elkészítése, buszvárok, két darab buszvárónak a építése, meglévőknek a felújítása, szennyvíz közmű kiépítése, ami ugye már megtörtént, és a szennyvíz terepnek a felújítása, amit abból a pénzből újítottuk, abból a pénzből, ami megmaradt a kormány által adott 107 millióból, annak a megvalósítás, felújítása, a szükséges eszközök a felújítását végeztük el már február-márciusi hónapban. A lakossági hozzászólások többsége éppen ezekben a témákban, a szennyvíztisztítótelep megvásárlása, a piac építése, valamint az ipari terület csatornájával kapcsolatban érkeztek. Egy frissen ide költözött cégnek az önkormányzat finanszírozott több mint 4 millióért csatornát. A régi ide adót fizető vállalkozások milyen kedvezményben részesülhetnek?
A polgármester válaszában elmondta, hogy nem az újonnan betelepült vállalkozás számára építették ki a szennyvízbekötést, amikor az ipari területet kijelölték, határozatot hoztak arról, hogy ha lesz betelepülő, akkor megoldják a bekötést. Kitért arra is, hogy levélben is megkereste Sós Gábor megbízásában eljáró ügyvédi iroda ezzel a kérdéssel. Az irodát vezető Bősze Ferenc is részt vett a meghallgatáson. Nem tudom idézni a határozat szövegét. A határozatban nem ez szerepel, amit ön mond, hanem az, amit a fiatalember mond. Az a KFT van nevesítve, és én azt gondolom, hogy ha Sós Gábor, vagy bárkinek baja van, akkor ne a rendőrségre szaladjon. Próbálj meg megbeszélni a falu nyilvánosság előtt, és tegye fel azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy egy olyan KFT, amelyik ide betelepül, és amelyik elnyeri a munkát, azok között személy összefüggés van. Az írásbeli megkeresésre írásban válaszol majd a hivatal. A közmeghallgatáson a korábbi polgármester kérdésként vetette fel, hogy miért pont a 72-es számú út melletti területen épít az önkormányzat közösségi piacot, és hogy miért nem kötelezte a vásárlás előtt a tulajdonost az elhanyagolt épület elbontására. Szedlák Attila elmondta, hogy az értékbecslésnél olcsóbban vették meg a területet, a bontást pedig belekalkulálták az árba. Felmerült a szennyvíztisztító telep megvásárlásának kérdése is. Ezzel kapcsolatban Horváth Balázsné elmondta, hogy szerinte nem kellett volna hagyni, hogy az MVM elálljon a korábbi szerződéstől, és ki kellett volna követelni, hogy ingyen kerüljön az önkormányzathoz a telep. Szedlák Attila szerint veszélybe kerülhetett volna az akkor három települést érintő 600 millió forintos csatorna beruházás, ha nem biztosítják a befogadót, és hosszas pereskedésbe bonyolódnak az állami vállalattal. A héten a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban tartotta megbeszélését a térségi kábítószer ügyi egyeztető fórum. A tanácskozáson részt vett a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet megbízott vezetője és tanácsadója is. Dr. Dávid Gyula, az egyeztető fórum vezetője köszöntötte a tanácskozáson megjelenteket. Az együttműködő tagok megtárgyalták az aktualizált drogstratégia módosítását. Technikai jellegű változtatásokra volt csupán szükség a dokumentumban. A szervezet koordinálásáért felelős Baranyai Edina szólt a jövőbeli működésről is. A kábítószerügyi egyeztető fórum tevékenysége hatékonynak mondható. Ez is bizonyítja, hogy idén már ez a negyedik ülésünk, és az általános iskolák, szociális intézmények, az ANTS és a rendőrkapitányság is szervezete is képviselteti magát ezen az ülésen. És ugye a következő időszakra pedig lehetőségünk van úgy új pályázatot benyújtani, amelyet május 31-éig meg is fogunk tenni. Az önkormányzati társulás sikeres pályázatainak köszönhetően 2008 óta működik a térségi egyeztetés a drogkérdésben érintett hatóságok, intézmények és civilek között. Legutóbb 550 ezer forintot nyertek a május végéig tartó időszakra. A megbeszélésen részt vett a KEFE-ket támogató Nemzeti Drogmegelőzési Intézet megbízott vezetője. Burszki Mónika a designer drogok terjedésére hívta fel a jelenlévők figyelmét, és szólt arról is, hogy az ilyen fórumok segíthetnek a probléma orvoslásában. Én azt gondolom, hogy a fórumok pont azért is jöttek létre, és ugye azért is vannak a fórumokban különböző területről, ugye kezelési ellátásról, ugye egészségterületről, akkor a VPOP vagy bárkik, akik benne vannak a KEF-ben, hogy együttesen összefogva tudjanak ezen a problémán segíteni. Nagyon nehéz dolguk van, mert ugye ahhoz ők se tudnak eljutni azért olyan szintre, ahol maga a probléma megjelenik, viszont már az ellátórendszer és ugye így bevonva most már a gyerek orvosokat is, bevonva a különböző családsegítő szolgálatokat. Most már azért, ha tényleg megvan az összhang, és tényleg a kommunikáció működik, akkor igenis lehet ezen a problémán segíteni. Csak az a baj, hogy mindig utána futunk a problémának, és sajnos nem tudunk a probléma elé kerülni. Tehát ugye ebbe a világba élünk. Az intézet vezetője elmondta, hogy továbbra is támogatják az Almádihoz hasonló szervezetek működését. Bemutatta Szitnyai Krisztina tanácsadót, aki a jövőben a KEFE koordinálásában segít majd. Szólt arról is, hogy az új kormányzati struktúra felállását követően a parlament elé kerülhet a Nemzeti Drogstratégia cselekvési terve. Ezt követően kezdhetik el a dokumentumban foglaltak tényleges megvalósítását. Időarányosan zajlik a felsőörsi csapadékvíz elvezetési pályázat megvalósítása. A változékony időjárás ellenére tartja a kivitelező az ütemtervet.
A magasan fekvő utcák nagy részében már végéhez közeledik a beruházás. A Szabadság téren dolgoznak a kivitelező munkatársai Felsőörsön. A csapadékvíz elvezetési pályázat keretében itt is kicserélik a fedett vízelvezetőt. Összesen mintegy 4,2 kilométernyi hálózatot építenek ki a településen, hogy az eddigi lefolyástalan területek vizét el tudják vezetni. A megvalósításra az önkormányzat 142 millió forintot nyert el a Magyar Államtól és az Uniótól. A munkálatokat szakaszosan végzik. A beruházásnak a jelentős része most már megvalósult, tehát sorolhatnánk az utcákat, Hóvirág utca, Petőfi utca, egy része, Csendvilla utca, Rózsa utca, Csöpp utca, tehát ezekben az utcákban folynak jelenleg is a munkák, illetve itt a Szabadság tér környékén, a református templom előtt dolgoznak épp most a gépek. Igazából az ütemtervnek megfelelően haladnak a munkák, a szolgalmi, joggal érintett részeket is most már nagy részt megcsinálta a kivitelező. Ugye ezek voltak talán a legérzékenyebb részek, hiszen itt magánterületen történik a munkavégzés, úgyhogy ott különös figyelemmel figyeltünk a magántulajdonosoknak az igényeire, illetve hogy ne háborgassuk az ő magántulajdonukat a szükségesnél nagyobb mértékben. A közelmúlt viharos és csapadékos időjárása megnehezítette, de jelentősen nem hátráltatta a kivitelezést. A tervek szerint 2014 nyarára elkészülnek a rendszerrel. Most úgy néz ki, bár az idő éppen ezen a héten ugye kissé bizonytalan, de úgy tűnik, hogy tudjuk tartani a kitűzött ütemtervet, a pályázatnak megfelel mindenképpen. Ami még hátra van, az gyakorlatilag az egész rendszernek a bekötése a befogadó lovasi sétbe, vagy Malomvölgyi patakba, tehát ez a szakasz még nincs kész. Magasabb részeken kezdett a kivitelező, és ahogy mondtam, halad a befogadó felé, most ezek a részek következnek majd. A beruházásból még vissza van a Bárókert és a Fenyves utca bekötése, valamint az erdőn keresztül a befogadó patakig tartó szakasz kiépítése. A fejlesztés eredményeként létrejövő csapadékvíz elvezető rendszer alkalmas lesz a megnövekedett vízmennyiség elvezetésére, és így a lakosság és az önkormányzat jelentős anyagi károktól mentesülhet. A bel- és csapadékvíztől több mint 100 hektárnyi területet óvnak meg, a projekt által érintett szakaszon 1528 fő él. A Balatonalmádi Városközpont rehabilitációs pályázat keretében már zajlik az úgynevezett postaparkoló felújítása. A tervek szerint közösségi térré változik a korábban leromlott állapotú terület. A kivitelezés egy több elemből álló uniós pályázat részeként valósul meg. Jól haladnak a kivitelezők a postaparkoló felújításával. A korábbi térkő burkolatot hetekkel ezelőtt felszedték, és az új nagy részét már lefektették a területen. Jelenleg a térköves burkolatok készülnek el a héten, és jövő hét második felébe, illetve az azt követő héten fejeznénk be a burkolat építést, ez az aszfaltozást is jelenti. A kandelláberek elhelyezése, valamint a növényzet telepítése van még hátra az adott területen. A nagyságrendileg 23 millió forintba kerülő beruházás nagyban megváltoztatja majd a terület eddigi közlekedését. Az autók a jövőben 45 fokban úgynevezett halszáka rendszerben parkolhatnak majd. A teret elhagyva pedig nem csak egy irányba kanyarodhatnak majd ki. A gyalogosoknak járdát jelöltek ki az épületek előtt, így nem kell majd a közlekedő autók között szlalomozniuk. Ez azonban azzal jár, hogy a korábbinál kevesebb lesz itt a hely a várakozó gépjárműveknek. Több kritikát kaptunk első hallásra, akár jogosnak is tűnően, hogy a parkolószám nem fogja elérni az eddigi számot. Ez valóban így igaz, egy 8-10 parkolóval kevesebb parkolóhely létesül a téren. Ennek ellentételezéseként viszont a gyalogosok kapnak több teret. Én szeretném azért azt elmondani, hogy ez nem elsősorban parkoló funkciójú terület lenne a város központjában, hanem egy olyan tér, amelyik lehetőséget adna a városban kisebb rendezvények, akár vásár vagy koncerteknek a megrendezésére is, tehát a tér mint funkciója át is
alakulna. Tavaly év folyamán a Park utca felújításánál, ami körülbelül ide egy 50-100 méterre található, kimondottan ezért egy parkolósávot is létesítettünk, tehát az ott elveszített vagy elveszett parkolóhelyeket oda át tudtuk csoportosítani. A tervek szerint az új tér koncertek, vásárok megszervezésére is lehetőséget ad majd. A kivitelező időarányosan teljesít, így várhatóan a szezonra már a zöld felület felújításával is végeznek a postaparkoló területén. A közelmúltban tartották meg Balatonakaratján a békenapi megemlékezést. Az eseményen Györfi Károlyné, a közművelődési intézmény vezetője kiemelte, hogy a II. Világháború lezárására és a világégés áldozataira emlékeznek. Balatonakaratján a német és az orosz front szembenállása a Margit vonalként elhíresült területen jelentős hadi eseményeket vont maga után. A balatoni csatának emléket állító vöröskő mementó előtt a Pilinszky János általános iskola diákjai adtak műsort. A koszorúzást követően az emlékezők fejet hajtottak a balatonkenesei katonai temető mellett felállított emlékmű előtt is. Katonai járőrnaszád érkezett a Balatonra. A Magyar Honvédség Baja nevű hadihajója a balatonkenesei rekreációs központban kialakított hadikikötőben állomásozik majd. A hajó a téli hónapok kivételével a kiképzési feladatok mellett tűzszerészeti mentesítésben fog segíteni. Ritka látvány fogadta a Balatonfűzfői Marina kikötő közönségét kedden a délelőtti órákban. A Honvédség első honvéd tűzszerész és hadihajós ezredének Baja nevű járőrhajóját készítik elő a vízretételre. Azért került át a Dunai hadikikötőből a Balatonra, hogy az ezred hadihajós alosztálya hazánk legnagyobb taván is megkezdhesse a kiképzést. Szükség is van erre, hiszen az elmúlt években, főleg a nyári időszakban a tűzszerészek sok bejelentést kaptak a környékről. A Magyar Honvédség tűzszerész szolgálatához is tartozik ez a hajó. Tehát természetesen az elmúlt években jelentkeztek a nyári időszakban olyan esetek, amikor különböző robbanószerkezeteket jelentettek be a Balaton vizéből. Innentől kezdve ezzel a hajóval bárhol gyorsan meg tudunk jelenni, és a legrövidebb időn belül a fürdőzők, a turisták akadályozása nélkül az ilyen helyzeteket el tudjuk hárítani, meg tudjuk oldani. A hajót közúton hozták a Fűzfői kikötőbe, azért ide, mert itt működik olyan mozgatható daru, ami képes ekkora méretű hajók beemelésére. A szakszerűen alig negyed óra alatt végrehajtott műveletet követően a naszád legénysége felszerelt minden eszközt, amit a szállítás miatt el kellett távolítani. A lobogó felhúzása után megtette első balatoni útját a hajó. A legénységet egy a környéket jól ismerő vitorlázó is elkísérte. A naszád korábban folyóvizen teljesített szolgálatot. Ez egy AN2-es típusú járőrhajó. 2006-ban lett felújítva. Annyi változás történt benne, hogy kapott 2 darab Volvo D190-es motort, ami egyenként 190 lóerő, dízel, turbodízel motor. A belső műszerezettsége az teljesen föl lett újítva, megkapta a navigációs berendezéseket, radar, mélységmérő, egy hidraulikus kormányt. A alapadatok pedig a hosszúsága az 12,8 méter, szélessége 3,8 méter, a fixpont magassága, ugye, ami az árbusznak a dönthetőségét jelenti, az pedig 3,9 méter magas. A járőrhajó bázisa lehet a tűzszerészeti beavatkozásoknak, például a búvárok innen merülhetnek, és ha találnak valamilyen robbanó eszközt, akkor a tó egy-egy szakaszának zárását és a kiemelést is a naszád végezheti majd. A hajó a tél beköszöntéig biztosan Kenesén állomásozik majd, és gyakran megjelenik majd a tavon. A vízretételről és a Baja első balatoni útjáról a katonai sajtón kívül a minisztérium engedélyével csak az Öböl Televízió tudósíthatott. Most pedig következzenek fontosabb híreink, még egyszer, röviden. Szélvihar. Északon fákat döntött, délen árvizet okozott a ciklon. Beruházások. Almádiban a postaparkoló, Felsőrsön a csapadékvízhálózat épül. Baja. Hadihajó érkezett a Balatonra. Híradónk után jön közéleti magazinunk, majd fitness és aerobik trénerekkel beszélgetünk.
Adásunkat dr. Tőkécki László egyetemi docens Európa és kereszténység című előadásával zárjuk. Látogassák meg internetes oldalunkat, itt a tudósításainkat és korábbi híradóinkat is megnézhetik. Kövessenek minket a Facebookon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!